harmadszor választott szabadon a rendszerváltozás óta Magyarország ma volt a második forduló. Jó estét kívánok! Mindenek előtt az exit poll kutatások adatai. Ezek szerint a Magyar Szocialista Párt 63, a Fidesz Magyar Polgári Párt viszont 83 egyéni választókerületben szerezte meg a egyéni országgyűlési mandátumot. A Független Kisgazdapárt 12, az SZDSZ pedig 2 választókerületben győzött. Ennyit tudunk még az adatokról, folyamatosan fogjuk önöket majd tudósítani. Jó estét még egyszer, tehát ott, ahol a szavazásra vagy választásra jogosult magyar állampolgároknak legalább negyede megjelent, ott ma érvényes volt a szavazás. A Város Televíziója ez alkalomból, akárcsak az első forduló adatainak feldolgozás alatt, arra vállalkozott, hogy betekintést nyújtson önöknek a választás kulisszái mögé, hogy önökkel együtt és önöket folyamatosan tájékoztatva kövessük azt, hogy mi a várható eredmény. Baranyában érvényes volt a területi listás választás május 10-én, így most csak egyetlen egy dologról döntöttünk. Arról, hogy ki lesz a 7 baranyai, közöttük a 3 egyéni választókerület parlamenti képviselője a következő ciklusban. Baranyában előre láthatóan 3 párt, a Fidesz Magyar Polgári Párt, a Magyar Szocialista Párt és a Független Kisgazdapárt jut listás mandátumhoz. E 3 párt jelöltjei mellett a megyében 2 választókerületben a Szabaddemokraták Szövetségének jelöltjei is részt vettek a második fordulóban. Pécset minden választókerületben 2 jelölt mérkőzött egymással, emlékeztetőül az egyes választókerületben dr. Mikes Éva Fidesz Magyar Polgári Párt Magyar Demokrata Fórum, Meixner András Magyar Szocialista Párt. A 2. számú választókerületben dr. Révész Mária MDF Fidesz Magyar Polgári Párt és dr. Szidi Katalin Magyar Szocialista Párt. A 3. választókerületben pedig dr. Toller László Magyar Szocialista Párt és Körömi Attila Fidesz Magyar Polgári Párt jelöltjei. 7 óra múlt néhány perccel, most zárták le a választási urnákat, tehát most kezdődik a szavazatok összesítése. Mi elsősorban a városi és a megyei eredményeket ismertetjük majd önökkel, de természetesen folyamatosan közlünk országos adatokat is. Számításaink szerint addig maradunk tehát önökkel, amíg megszületnek az eredmények, azaz 100%-osan feldolgozza a Választási Bizottság az adatokat. Műsorunkban találkozhatnak majd a győztesekkel és a második helyezettekkel, bepillanthatnak a bizottság munkájába. Vendégeink is lesznek, ők a döntés hátterét és politikai következményeit elemzik. Tehát választás 98. második forduló a Város Televíziójában. Tartsanak velünk! A nap folyamán, akár csak az első forduló idején többfele ellátogattunk, amolyan választási körképet készíteni. A megyei választási bizottságnál déli 1 órakor jártunk, már akkor Baranyában érvényes volt a szavazás. Választási körképünk első állomása a területi választási bizottság irodája volt, ahol kora délután a legfrissebb eredményekről érdeklődtünk. A helyzetkép az én ismereteim szerint is az 1 órai állapotot tükrözi. Valóban az országos átlag már 31% körül van, ez azt jelenti tehát, hogy a második forduló az egész ország területén érvényesnek tekinthető. A baranyai adatokat figyelembe véve ez körülbelül 1-2%-os lemaradás jelent a 2 héttel ezelőtti választási fordulóhoz képest, de mivel a törvény alapján a második fordulóban a választás akkor érvényes, a választópolgárok több mint 1/4 részt vesz a szavazáson, ez már tehát érvényesnek mondható. Ha összehasonlítjuk a 4 évvel ezelőtti eredményekkel, illetve adatokkal, mennyire hasonló, illetve mennyivel jobb ez a mostani részvételi arány? A 4 évvel ezelőttihez képest a második fordulóban való részvétel is elmaradt, csak úgy, mint az első fordulóbeli részvétel. Nem tudni még, hogy a délután folyamán mennyire fog változni az eredmény. Remélhetőleg azonban, hogy az én számításaim szerint a 40% körül meg fogja közelíteni, illetve meghaladja. Történt eddig olyan említésre méltó esemény, amelyet el kell, hogy mondjuk? Örömmel mondhatom, hogy nem történt, és remélem, hogy ez a szavazás befejezéséig így is marad. Nem szerencsés, hogyha a választást úgymond rendkívüli események zavarják. Az a jó, hogyha választópolgárok zavartalan körülmények között fejezhetik ki akaratukat. El 6 órakor nyitották ki, és este 7 órakor zárták be. Ez alatt az idő alatt nagyon sok polgár az urnákhoz járult. Pécsett a választási eredmény 50% körüli. Mellettem dr. Papp Judit, a Választási Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Mit mondhatunk, hogyha visszatekintünk 4 évvel ezelőttre? Mennyire volt jó ez a részvételi arány az 1994-es választások második fordulójához képest? Sajnos már az első fordulónál is gyengébb volt a részvételi arány, és most is. Megmondom őszintén, most többet vártam, főleg a kampányokra tekintettel, de úgy látszik megerősödik az az általános tapasztalat, hogy a második fordulóba kevesebben jönnek el szavazni.
Említette, hogy többet várt, tehát a bizottság, illetve a szakemberek többet vártak, nagyobb aktivitást. Mi lehet annak az oka, hogy a polgárok passzívabbak voltak? Azt hiszem, ehhez külön szociológiai felméréseket kellene végezni. Én mondjuk jogász vagyok, nem is ez a szakterületem. Amit én végtelenül sajnálok, és amit hangsúlyoztam, hogy a választási iroda nagyon nagy energiát fordított arra, hogy minden precízen, pontosan, megfelelően történjen. Bár remélem azért, hogy a munkánk így sem veszett idézőjelbe kárba, és ahogy az eredmények is mutatják, nem volt olyan problémás a választás, mint esetleg korábban. Sokkal jobban mentek az összesítő rendszerek, jobban mennek a kollégáimnak a munkák. Tehát bízom abban, hogy azért eredményes volt ez a tevékenység. Pillancsunk egy picit Baranyára, hiszen itt is érdekes verseny alakulhat majd ki. Délután a választási bizottságnál jártunk, és akkor ilyen 30% körüli eredményt állapítottak meg, tehát hogy ennyien járultak az urnákhoz. Mennyire marad el ez az országos átlagtól, illetve hogyha Baranyát veszük alapul, akkor a 4 évvel ezelőtti eredményhez? Körülbelül 10%-ra emlékszem most így hirtelen, hogy annyival azért kevesebb a megjelentek száma. Tapasztaltak-e valami olyan különleges eseményt, ami befolyásolhatta volna a mostani szavazás eredményét? Nem volt. Legalábbis hivatalos bejelentésünk bármiféle befolyásról, ami az eredményt illeti, nem történt. Kisebb hibák előfordulnak. 2 darab jogosulatlan szavazó volt 2 szavazóhelységünkben, de ez az eredményt nem fogja olyan mértékben befolyásolni, hogy emiatt kifogás érhetné a választási eredményt. Sokakban felmerülhet azonban a kérdés, említette, hogy ez nem befolyásolja azért a választási eredményt, de mi a teendő ilyenkor, hogyha ilyen szabálytalanságot észlelnek, hiszen a laikus választópolgár azt gondolhatja, hogy ennek bizony azért van befolyása a végső döntésre. A helyzet a következő. A választási eljárásról szóló törvény ezt pontosan szabályozza, sajnos a gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy ezt kell is szabályozni. Egy-egy érvényes szavazatot le kell vonni ilyenkor a jelöltektől, és az érvénytelenek közé számítani. Tehát mind a 2 jelölt vesztik az egy-egy érvényes szavazatot, növeljük az érvénytelenek számát, és így kvázi a egyensúlyt helyre billentjük. Sajnos nem jó ezt, hogy előfordult, de nem minősíthető talán olyan hibának, ami végzetes lehet. Az első forduló alkalmával a rendszerben kihibásodott fennakadások voltak. Mennyire várható egy ilyen esemény? Persze senkinek nem hiányzik egy ilyen. Mi volt az oka akkor? Egy számítógéppel volt probléma. Nem tisztázódott, hogy Budapest nyúlt-e be a rendszerünkbe, vagy pedig itteni hiba volt. Le kellett állítani teljesen a rendszert és újraindítani. Ez körülbelül 1 órát igénybe vett. Bízom benne, hogy ez most nem fog előfordulni, és nagyon időben tudunk majd legalább előzetes eredményt mondani. És a végleges összesítés, hát én olyan 11 órára satszolom, hogy addigra már biztos lesz. Nagyon szépen köszönöm, a szó pedig Józsa Mártáé. Az exit poll jelentések a továbbiakban is azt mutatják, hogy fejfej mellett halad a Magyar Szocialista Párt és a Fidesz Magyar Polgári Párt. Az előzetes becslések szerint konkrétan 1 mandátum különbség van, egyébként 142 a Magyar Szocialista Párt és 141 a Fidesz Magyar Polgári Párt mandátumos összes mandátumának száma. A Kisgazdapárt 49 mandátumhoz, az SZDSZ 24-hez, a MIÉP pedig 13 mandátumhoz jutott. Ez százalékban annyit jelentene, hogy az MSZP 36,8, a Fidesz pedig 36,5%-on áll, a Kisgazdapárt 12,7%, az SZDSZ pedig 6,2%-on. Tehát ennyit tudunk egyelőre, és amint az imént hallották, Pap Judit azt mondta, hogy várhatóan nagyon hamar lesznek majd Pécsről is eredmények, és megtudhatjuk azt, hogy várhatóan kik lesznek, vagy előzetes eredmények szerint kik lesznek majd a választókerületek képviselői. Addig körképünket folytatjuk, többen tartottak attól, hogy sok helyen nem lesz érvényes a választás. A pécsi választókörökben sem volt ez igaz ma délelőtt. A választók elvárásaira voltunk ezúttal is kíváncsiak. Délután 2 órakor Uránváros néhány szavazókörét jártuk végig. Ekkor már biztos volt, hogy a szavazás e szavazókörökben érvényes, hiszen a választásra jogosultaknak 30-40%-a adta le voksát. Miért tartotta fontosnak, hogy mehely jöjjön szavazni? Hát azért, hogy változzon itten minden. Mert így, ahogy van, nekem nem tetszik. Meg nem csak nekem, hanem ismerősöknek, családoknak, meg egyéb. Fontosnak tartom, hogy valaki képviselje az ember érdekét. Mindenféleképpen azért, hogy a jövőnk, a gyerekeink jövője függ ettől a választástól. Hogy az ország sorsa jobbra forduljon. Remélem, hogy sokkal jobb lesz most a körülmény, mint eddig volt 4 évvel. Miért tartotta fontosnak, hogy ma eljöjjön szavazni? Hát mert a jövőnkről van szó.
Mit vár el attól a képviselőtől, akire szavazott? Őszintén én most nem is a képviselőre, már nem ismerem személyesen a képviselőt, hanem a pártra szavaztam. Néztem ugyanúgy a választásokat, a fórumokat és egyéb ilyen dolgokat. Tehát tudtam, hogy kire szavazok, hogy szavazok, és remélem változni fog. Amit meg tud tenni, azt tegyen meg. Bérben, fizetésben én őket és a nyugdíjasokat is támogattam. Oktatást, azt támogassa. A környezetvédelem és a jobb gazdasági politika, jobb gazdaságpolitika. A fiataloknak kicsit jobban segítsen, mint eddig segítettek az állam, mert nem sokat segített, és a munkalehetőséget jobban biztosítsák meg a magyar állampolgároknak. A városi jegyzőjének egy választás alkalmával megnövekedett feladatai vannak. Melyek ezek és melyek azok a törvényességi feladatok, amelyet önnek mindenképpen felügyelnie kell? Hát hivatalból a jegyző a választási irodának a vezetője, és hát a jegyző feladatai közé tartozik mindaz, ami egy ilyen választási előkészülettel, illetőleg a választás törvényes lebonyolításával jár. Ennek vannak személyi, technikai, elhelyezési és egyéb feltételei. Tehát mindaz, ami egy flott, gyors lebonyolítással kapcsolatos ez a jegyző dolga. Hát természetesen ilyen nagyvárosban ez nem kis feladat. Most már, ha visszatekintünk így a közelmúltra, akkor ez a harmadik szabad választás, a tapasztalatok már megvannak. Mennyire volt nehezebb, vagy most már könnyebb a felkészülés a mostani választásokra? Hát én azt hiszem, hogy hát annak a biztonságával futottunk ennek neki, amit két választás már adott. Tehát azt azért gondoltuk, hogy különösebb meglepetés nem fog bennünket érni. Hát azért az első választás az mindenképpen emlékezetes marad. Nyilván nem csak egy hát köztisztviselő életében, hanem a magyar választónak az életében is. Én azt mondom, hogy mindenképpen rutinosodtunk erre a választásra. Még különösebb meglepetések nem érnek bennünket. Sok a nehézség természetesen, hiszen itt az eredményes lebonyolításhoz több száz embert kellett mozgósítani, rávenni tulajdonképpen arra, hogy működjön közre aktívan ebben a választásban. Mondhatnám, félig meddig társadalmi munkából áll össze, és mai világban erre motiválni embereket nem könnyű, úgyhogy tisztelet azoknak, akik ezt megtették, és akik biztosítják a választásnak a törvényes lebonyolítását. A jogszabályok, amelyek a választás rendjét és lebonyolítását előírják, azért elég vaskos köteget tesznek ki. Mennyire nehéz egy ilyen felkészülés, maga az a fajta struktúra, amiben dolgozni kell, tehát azokat a munkatársakat, akik lebonyolítják ezt a választási ügymenetet, hogyan lehet őket úgy felkészíteni, hogy valóban zökkenőmentes legyen a választás? Valami mennyivel könnyebb lett a helyzet, hiszen egy törvényes, illetve hát igen, alapvetően egy törvényes munkához az kell, hogy törvény legyen. Na mindez ideig ugye a választási törvény működött. Hát tavaly ugye a 97 évi százas törvény, a választási eljárásról szóló törvény jelent meg. Ez mindenképpen megkönnyíti a munkát, hiszen olyan függőben lévő kérdéseket rendez ez a törvény, amelyet addig csak gondoltunk és józan észre próbáltunk betartani és betartatni, most pedig követendő szabályként jelent meg. Nem könnyű egyébként, mert hiszen a jegyzőnek nem áll rendelkezésére egy választási apparátus. Tehát négy évenként, illetőleg hát még gyakrabban, hiszen a népszavazásokat most nem említem, négy évenként egy ad-hoc csapat verődik össze abból az állományból, amelyet a jegyző vezet, amely alapvetően egyéb feladatai vannak, államigazgatói és helyi önkormányzati feladatai vannak. Tehát ezekből, illetőleg ebből a hivatalból kell ilyenkor több hónapra, egy-egy választás kapcsán több hónapra kiszakítani egy olyan együttest, amely csak ezzel foglalkozik. Na most nyilván miután ennek egyéb feladatai is vannak a polgármesteri hivatalnak, ezek helyére
másoknak kell belépni, de nem kívülről, hanem ezt belül kell megoldani munkácsoportosítással. Tehát én tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy az egész polgármesteri hivatal munkája benne van ebben, egyrészt már helyettesítik azokat, akik csak ezt a munkát végzik, akik pedig ezt a munkát végzik, hát nem túlzok, azt mondom, hogy éjjel-nappal ezen dolgoznak, immár hónapok óta, hogy itt törvényesen és problémamentesen folyjanak a dolgok. A törvényességről, illetve a szabálytalanságokról már az előbbiekben Papp Judittal is beszéltünk. Ha visszatekintünk szintén az 1990 vagy 94-es választásokra, voltak-e olyan jellemző szabálytalanságok, vagy olyan jellegű események, amelyeket, ha úgy tetszik, kirívóként kell megfogalmaznunk itt Baranyában? Nem kirívónak mondanám, hanem inkább típushibának mondanám. Tehát itt arról van szó, hogy általában az a hiba szokott előfordulni, hogy valaki nem ott kísérel meg szavazni, ahol egyébként szavazhatna. Ideglenes lakcímén vagy törölt. Az már ritkában fordul elő, hogy valaki úgy kísérelmi meg a szavazást, hogy állampolgári jogától megfosztották, vagy egyéb okból nincsenek állampolgári jogait, cselekvőképesek, kizáró gondokságot is említhetnénk, vagy egyebeket. Ez ritkában fordul elő. Ez egy gondatlan magatartás, amit elő szokott fordulni. Hát az elmúlt fordulóban 6 ilyen fordult elő, ebben pedig 2. Tehát ha én ezt összevetem azzal, hogy Pécset, illetve a 3 egy választókerületben több mint 145 ezer ember jogosult a választásra, ennek a fele most is megjelent, tehát az 70 ezer ember közel, vagy ennél több is talán. Összevetem azzal a 2 baki valami történt, és amit egyébként hát nem részünkről történt, hanem szóval időben észleltük, hogy jogosulatlan próbál szavazni, hát akkor ez, azt mondom, hogy említése sem méltó. Reméljük, hogy ez az örvendetes tendencia majd folytatódik. Önöknek további jó munkát, a szó pedig ismét Józsa Mártáé. Ismét a körkép, tehát Kertváros, ott is elég nagy volt a választói aktivitás. Sokan rendelkeznek ott is határozott elképzelésekkel arról, hogy milyen tulajdonságai legyenek egy egyéni képviselőnek, és hogy mit is jelent az egyéni képviselői munka. Kertvárosban, a Testvérvárosok téri általános iskolában 3 szavazókörben szavazhattak a választópolgárok. Kora délután a szavazás már itt is eredményes volt. Miért tartotta fontosnak, hogy ma eljöjjön szavazni? Hát én mindig is el szoktam jönni, már csak azért is, mert bizottsági tag vagyok. Egyébként előzőleg mindig itt voltam ebbe az iskolába, 141-es körzetbe, most fönt vagyok a nevelésibe. Hát szerintem, ha mindenki úgy gondolkodna, mint én, akkor azért csak többen eljönnének. Fontosnak tartottam, hát a jövőnk függ tőle. Nem az a párt nyert a múltkor, illetve nem szerzett abszolút többséget, amire én megbíztam. Ez volt az oka, hogy most ismét eljöjjek, és ismét ugyanarra a pártra szavazzak. Hát mert fontos. Nem kezdem sokat gondolkozni szerintem, mert mindannyiunk számára fontos dolog. Azért tartottam fontosnak, mert szeretnék dönteni abban, hogy hogyan legyen tovább ebben az országban. Mit vár el attól a képviselő jelöltől, aki ha netalántán bejut majd a parlamentbe, mit tegyen akár az ön vagy lakókörnyezete érdekében, melyik a legfontosabb dolgok? Hát én azt várom el, hogy az egészségügynek, amelynek én dolgozója vagyok, teljesítsék azokat az ígéreteiket, amiket megtettek, nevezetesen az anyagi körülmények jelentős javulását. Mit ígértek, azt fejezzék be, tehát amit elkezdtek, fejezzék be. Elég sok minden van, az ifjúságnak a kérdése is nagyon fontos, a fiatalok nem tudnak dolgozni, nincs munkahely. A nyugdíjasok ellátása is fontos, az egészségügy. A legfontosabb, hogy az érdekeimet képviselje, és szeretném, hogyha tovább menne az ország ezen az úton, amelyiken elindult. Kedves nézők, 2 pécsi egyéni választókerületből vannak már részeredményeink, a harmadikból még nincsenek, akárcsak május 10-én a harmadik választókerület, ez a választókerület. A 8,39%-os feldolgozottság mellett az egyes választókerületben dr. Mikes Éva 47,60%-on, Meixner András pedig 52,40%-on áll, tehát nem egészen 9%-os feldolgozottságnál vezet Meixner András.
A második választókerületben 4,92%-os, majdnem 5%-os feldolgozottságnál dr. Révész Mária vezet 55,91%-kal, második dr. Szili Katalin 44,9%-kal. Mint mondottam, a harmadikról nincsenek még eredmények, és addig is, amíg lesznek, tehát a következő részeredmények ismeretéig, a következő 10 percben valami egészen mást láthatnak, abban az értelemben legalábbis, hogy most következő műsorunkban, amely a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójának összeállítása, nem a politikával foglalkozunk. A részeredmények további érkeztéig kapcsolódjanak ki egy picit, a Tubesre és Kárászra látogatunk. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A múlt értékeinek megőrzése, újjáélesztése a közös gondolata most következő két filmünknek. Kovács Szabó János pécsi polgárról sokan mondják, hogy szinte a hátán vitte fel a hegytetőre az új Tubes kilátót, melyre már 16 éve vártak a mecsek szerelmesei. A kilátót ugyan átadták tavaly, de a munkálatok teljes befejezéséhez még 9 millió forintra van szükség. Most mégis büszkén mutatjuk be Önöknek mindazt, ami már elkészült, és azt, akinek mindez köszönhető. A Mecsek Egyesület munkájaként 1910-ben megépült Rauch János terve alapján a tubesi kőkilátó. Néhány évtized után a Mecsek Egyesület megszűnt, a kilátótornyot pedig 1981-ben lebontották. 12 év múlva ismét újjáéled a szervezet, és annak titkára Kovács Szabó János lépést akar tartani álmaival. Szeretné ismét látni a tubesi kilátótornyot. A munkám kötött a Tubeshez, tehát gyakran ide jártam. Egyébként mindig szerettem az erdőt gyerekként is. Volt egy nagybácsim, érdekes, hogy nem mindig az apa vagy az anya az, aki valamire ráveszi a gyereket. Például itt egy nagybácsi volt, aki egy erdőt szerető, erdőt járó ember volt, és az unokaöcseimmel együtt jártuk az erdőt, és ő az, aki talán elültette bennem azt az erdő szeretetet. Gyakran jártam ide, láttam a régi torony lebontását, és hát ez egy ilyen ötlet volt, hogy jó lenne egy másikat építeni. Szóval ezek soha nem egy ilyen tudatos, meg én elhatároztam, hanem úgy jött. Az elhatározás egyébként igenis tudatos volt, csak Kovács Szabó János szerény ember. A Mecsek Egyesület tagjai tudják a legjobban, hogy a kilátótorony építésének megkezdése után János szerzi a pénzt, intézi az engedélyeket, tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel, építőanyagokat rendel és hozat, és ha kell, még a betont is locsolja. Ahogy társai hívják, ő a János, akinek köszönhető, hogy van tubesi kilátó. Mindig valakinek lenni kell, szóval ez nem egy érdem, hanem a sors hozta így, hogy hát én voltam az, aki elkezdte, én voltam az, akinek mindig mozgatnia kellett, amikor megállt, de ezt nem lehet érdemnek feltüntetni. Ez inkább egy olyan dolog, hogy mindig van valaki, aki a kézbe tartja a dolgokat. Először is az alapítványt kellett létrehozni, azzal kezdődött, akkor a következő lépés volt a pénzszerzés, ami például azzal járt, hogy 160 helyre kellett levelet írni, ahol lehetett ott személyesen beszélni. A következő lépés volt a tervpályázat kiírása. Amikor a tervek elkészültek, már csak a 15 millió hiányzott. Sokan azt mondták, hogy akkor kezdjék meg az építkezést, ha a fele pénz megvan. Kovács Szabó János fele pénz nélkül is belevágott, ugyanis mindig akadtak támogatók. Örömmel mondhatom el, hogy az első kilátószint az kész, és engedéllyel látogatható. Ez már magasabb, mint az első kilátó volt, mert az olyan 7 méteres volt, itt 9 méteren áll az ember, tehát a szem az ennél magasabb ponton van, és nagyon szép a panorámája. A henger az kész, 16 méterig, ami egy nagy dolog, mert ez egy nagyon komoly munka volt ennek a zsaluzása, vasalása és bebetonozása. Például azért kellett beletennünk már azt a 10 méteres vascsövet, amit láthatnak azok, akik idejönnek, mert ezt már utólag nehéz lett volna beemelni. A súlya miatt is, meg a hossza miatt is. Ez egy 10 méteres vascső, ami majd a vaslépcsőket tartja. A második kilátószint magassága, ahol állunk, az 16 méter. Itt egy vaskorlát lesz, és fölötte egy tető, tehát végig is a tető magasság az már 22 méter. Ez annyiból érdekes inkább, hogy a városból nagyon szépen látszik majd. Igaz, hogy nem a belvárosból, de Kertvárosból, Uránvárosból, sőt már a Petőfi utca környékéről már látszik a torony. Onnan pedig tiszta időben még a Badacsonyt is látni, éppen ezért a toronyba épített vendégszobát hasznosítani is lehetne,
azzal legalább csökkenne a hiányzó 9 millió forint. A város vendégeit lehetne felhozni ebbe a szobába, leültetni, egy kávéval megkínálni, megmutatni a panorámát. Tehát ez egy újabb olyan pont lehetne a városban, amit az ide látogató vendégeknek meg lehet mutatni. Most itt ebből is lehetne pénzt csinálni úgy, hogy a város kiadja ezt mondjuk egy vállalkozónak. Hogyha annak külföldi partnerei vannak, ő elkéri a kulcsot, felhozza a vendégét, és akkor esetleg megmutatja itt a panorámát. Amikor azért ide látogat ön, akkor ez én nagy büszkeséggel tölti önt el? Én nem nevezném ezt büszkeségnek. Ez egy nagyon jó érzés. Tehát az ember, amikor él, dolgozik, csinál valamit, és ha valami elkészül, annak mindig tud örülni. Tehát hogyha ön nincs, akkor nincs az új tubesi kilátótorony. Akkor valaki más építette volna meg. Szóval itt nem az a, itt most, ha már rólam van szó, akkor inkább az, hogy nekem ez egy nagyon jó érzés. Tehát nem dolgoztam hiába. A múlt hagyományait élesztik újjá a kárászi polgárok is, akik e kis baranyai település felvirágoztatásán fáradoznak. Annak érdekében, hogy ismerté tegyék szűkebb környezetüket, újabb és újabb családokat győznek meg arról, hogy érdemes helyi hagyományaikra és legnagyobb vonzerejükre, természeti értékeikre felhívni a hazai és külföldi vendégek figyelmét. A Mecsek keleti részén festői környezetben fekszik Baranya megye 300 fős települése, Kárász. Az ott élők a falu jövőjét a hagyományok újjáélesztésével alapozzák meg, amelyhez szorosan kapcsolódik a belföldi turizmus, pontosabban, ahogy ők mondják, a falusi nyaraltatás. A hagyományok történetében fontos szerep jut az 1867-ben megalapított falu szövetkezetnek, amely az első volt Dunántúlon. A kárásziak azonban már világkiállításon is szereztek aranyérmet. Kárász a magyar természetvédelemnek is az egyik úttörő vállalkozását mondhatja magáinak. 1904-től a háborúig üzemelt Günnel Márton madárvédelmi berendezéseket gyártó kis üzeme, ami az ország legkisebb gyára volt akkor. De olyan eredményeket mondhat magáinak, mint például 1924-ben a barcelonai világkiállítás aranyérme. De ami napjainkban leginkább kézzelfogható és összefügg a múlttal az, hogy Kárász a magyar falusi nyaraltatás bölcsője. És mi szándékosan használjuk ezt a falusi nyaraltatást. Egyrészt magyar szó a nyaraltatás, nem úgy, mint a turizmus. Másrészt pedig mind, aki ezzel foglalkozik, tudja, hogy hát valóban erről van szó, a nyárról. A tavalyi esztendő óta Kárászon egy Túrinform iroda is működik, amely a szomszédos 7 település vendégházaiba irányítja a természetkedvelőit. Helyben egyébként 12 család foglalkozik a falusi nyaraltatással, és felmérések alapján a legnagyobb vonzerő az erdő. Erdészként különösen tudom értékelni az erdő szépségét, de ezt bárki megerősítheti. Egyrészt készítettünk is a vendégek körébe is, érdeklődtünk, érdőíveket adtunk ki, hogy mi az, ami ide vonzott őket, és kiderült, hogy egyértelműen ez az erdő. Vékenyen és Kárászon az elmúlt évben 5400 vendégészakát töltöttek a természetkedvelői. Ezekben a falvakban egyébként nem csak az emberek várják sok szeretettel a turistákat, hanem Sába és társai is. 7 önkormányzat tartja fent az irodát. Ezek Magyaregregy, Kárász, Vékeny, Szászvár, Szalaknak, Köbrény és Alsó-Mocsolád. Az ide befolyó idegenforgalmi adókból próbálják az önkormányzatok ezt az irodát fenntartani. Ezzel a komplex dologgal azért már jobban eladhatók vagyunk, hiszen Magyaregregynek ott van a Máré vára, ami az egyik legkeresettebb kirándulóhely, onnan indulnak ki a turistautak. Mészkőhegységről lévén szó, rengeteg forrás, patak található itt ezen a részen, kiépített források, szalonnasütőhelyekkel, amik a kirándulóhelyek központjai lehetnek. Azon kívül van 2 hidegvizes strandunk, egy lovarnánk és 2 horgásztavunk is. No, és egy aranybánya is van, igaz, annak pontos helyét csak a helybéliek ismerik. A természet megóvása érdekében Kárász együttműködést kötött a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságával, és ennek keretében hozták létre a Zöldpont információs irodát. Az ő érdekük is, és a mi érdekünk is az, hogy a turizmus megfelelő formában le legyen vezényelve, hogy a sétautakon közlekedjenek, tudják azt, hogy melyek a védett növények, tudják azt, hogy a forrásokat védeniük kell, hogy nem szabad követ bányászni, nem szabad aranyat mosniuk. Az irodahasználat fejébe pedig pályázati együttműködést tudunk kialakítani, esetleg közös kiadványokat tudunk majd megjelentetni, ami mindkét fél érdekét egyaránt
szolgálja. És a zöld információs rendszerekhez a teleházunkon, az internetünkön keresztül kapcsolódni tudunk majd. A falusi nyaraltatás másik vonzereje lehet a hagyományőrző csoportok bemutatkozása, illetve a visszatérő nemzetközi tábor. Egyetlen egy nagy programunk van, egy visszatérő program, a keleti meccsek hagyományőrző tábor, minden évben megrendeztük, 100-150 fő között nemzetközi tábor, főleg némelyik, ahogy vendégek jönnek Ausztriából, Németországból. Tavaly 150-en voltak és 9 nemzet képviseltette magát. Egy ilyen nagy volumenű programért már eljönnek az emberek. Táncot, néptáncot, kézművességet tanulnak gyerekek és felnőttek, az előadások két nyelven folynak. Országos eredményeink vannak 3,37-es feldolgozottságnál arról, hogy a második fordulóban milyen egyén, vagy hány egyéni mandátumhoz jutottak a pártok. Ez szerint tehát 3,37%-nál az MSZP-nek 28, a Fidesznek 45, az MDF-nek 8, a Független Kisgazdapártnak 4, és az SZDSZ-nek 2 egyéni mandátumot sikerült szereznie. Az, hogy Pécset mi történt, azt pedig nem sokára láthatják majd a kedves nézők. Addig azonban jó estét kívánok Tisztyán László, aki a FAKT intézet és a közvélemény kutatók képviseletében ül itt. Nagyon sok vita folyt mind a három választáskor, de ennél a választásnál talán még inkább, vagy különösen arról, hogy a közvélemény kutatásnak milyen tudatformáló, vagy milyen véleményformáló szerepe lehet pontosabban a politikában és általában a közéletben. Az ön véleménye erről mi? Először is jó estét kívánok mindenkinek. Hát azt gondolnám, hogy a vita megalapozott. Tehát ezek a típusú társadalomtudományi kutatások, mint a közvélemény kutatások, az aránybeestések a választások előtt, vagy ez az úgynevezett exit poll vizsgálat, hogyha az eredményei nyilvánosságra kerültek volna, ez valószínűleg befolyásolná a választási eredményeket, mint ahogy a közvélemény kutatásokat is azért készítetik a pártok, és azért publikálják az eredményeket, hogy az ingadozó válaszadókat megpróbálják meggyőzni. Ugye ez azon a pszichés mechanizmuson alapul, hogy az emberek szeretnek a többséghez tartozni véleményükben. Ez nyilvánvalóan nem azokat érinti, akik tudják, hogy kire szavaznak, hanem hát az ingadozó válaszadókat, vagy szavazókat érinteni. Vannak részeredményeink, azért szakítom meg egy másodpercre. Ezek az adatoknak a 19,44%-os feldolgozottságán alapulnak, és az egyes választókerületben ezek szerint Meixner András, a Magyar Szocialista Párt jelöltje 49,14%-on áll, dr. Mikes Éva, a Fidesz és MDF közös jelöltje vezet 50,86%-kal. Tehát az egyes választókerületben egyelőre Mikes Éva vezet. 14,75%-os feldolgozottságnál tart a második választókerület, ahol is dr. Révész Mária, MDF Fidesz közös jelölt vezet 52,79%-kal, dr. Szili Katalin szocialista jelölt a második 47,21%-kal. A harmadik választókerület feldolgozottsága 13,28%-on áll, ezerint az MSZP jelöltje dr. Toller László vezeti 56,97%-kal, Körömi Attila a Fidesz jelöltje 43,03%-mal a második, tehát két választókerületben az ellenzéki és egy választókerületben pedig a kormánypárti jelöltek vezetnek. Bocsánat, hogy megszakítottam ezzel a mondattal, de azt gondolom, hogy vagy ezzel a közlendővel, hogy ez mindenki számára fontos volt. A közvéleménykutatások, gondolom, hogy egy dinamikusan fejlődő tudományág. Mennyire piacképes ma Magyarországon, és mennyire versenyképes a világ nagy közvéleménykutatóival az, ami itt most történik? Azt gondolnám, hogy piacképes, ezt jól mutatja az, hogy a tömegkommunikációs eszközök megvásárolták az exit poll vizsgálatokat, és nem is egy cikk csinált ilyet Magyarországon, hanem legalább kettőről tudok, amikor jöttem be az épületbe, akkor éppen hallgattam az autóba a rádiót, és a Gallup és a Tárki vizsgálatát ismertették, tehát mindenképpen piacképes. Hogy mennyire versenyképes? Hát az amerikai Gallup intézet világhálózatához tartozik a magyar Gallup is, az azt jelenti, hogy ugyanazt a technológiát, ugyanazokat a módszereket használják. Tehát azt gondolom, hogy a társadalomtudományokban, így a közvéleménykutatásban is nincsen elmaradásunk. Mennyire kell, vagy mennyire pontos adatokkal kell, vagy szokás dolgozni a politikai közvéleménykutatásban? Egyáltalán különbözik-e az ilyen típusú, mondjuk a különböző piackutatásoktól, marketingtől?
Ez attól függ, hogy ilyen kikerülő választ adjak. Különbséget kell tenni a közvélemény kutatások és az exit poolok között. Ugye az exit pool az, amikor megkérdezik a szavazót, aki kijött a szavazóhelyiségből, hogy kire szavazott. Ezek előbecslések, előzetes becslések, ezeknek a tudományos vizsgálatokhoz nem sok köze van. Voltak éppen ez egy piaci termék, amit a médiák, a tömegkommunikációs eszközök vásárolnak meg. Ettől teljesen lényegesen más, hogy ilyen szépen fejezem ki magamat, a közvéleménykutatás, ami voltak éppen előrejelzéseket jelent. Ugye a szociológia az a valószínűségek tudománya, tehát ezek az előrejelzések azt jelentik, hogy 95%-os vagy annál magasabb valószínűséggel bizonyos tendenciák lesznek a vizsgált jelenséggel kapcsolatban megragadhatók a társadalomban. Tehát csak a valóság tökéletes leképezése nem lehetséges, de hát a 95%-os valószínűség nagyon magas, hadd mondjak egy példát rá, ki nem örülne a nézők közül, hogyha 95%-os valószínűséggel tudná a jövő héten kihúzandó ötös lótószámokat. Ez egy nagyon-nagyon magas valószínűség, majdnem bizonyosság. Mennyire lehet, ugye a politikai ciklusok azok 4 évesek, ezen belül mennyire lehet hosszú távú előrejelzéseket készíteni, vagy netán ezen túl? Én különbséget tennék Kelet-Európa és azok között az államok között, ahol ennek a típusú demokráciának nagy hagyományai vannak. Kelet-Európában nagyon nehéz hosszú távú előrejelzéseket tenni, nem is vállalkozik egyetlen egy közvéleménykutató se, érdemes visszatekinteni csak a napi sajtóra is akár. A választási időszakban, ahol nagyon felgyorsulnak az események, a politikai események a kampány miatt, ott aztán végképp életveszélyes hosszú távú előrejelzéseket tenni. Ezek szerint alá tudja azt támasztani, hogy a hosszú távú előrejelzések azok hosszú távon a választói akaratot is befolyásolni tudják? Mindenképpen befolyásolni tudják, de hát a hosszú távú előrejelzések kiváltanak egyfajta választói magatartásváltozást, ezáltal megváltozik a valóság, ezáltal a hosszú távú előrejelzéseket újra kell csinálni. Tehát ez így működik. Azt mondta, hogy a nagy közvéleménykutatóknak a módszertana azok nem különbözik attól a módszertől, amelyeket Amerikában vagy bárhol máshol a világon, ahol ezt már nagyon régóta alkalmazzák, végzik. Mi magyarázza akkor mégis azt, hogy olykor nagy eltérések tudnak lenni az egyes közvéleménykutatóknak az adatai között? Most az attól függ, hogy mi számít nagynak. 2%-os eltérés, 3%-os eltérés belefér a hiba határba. Tehát a szociológiában 2-3% nem nagy eltérés. Mondjuk egy politikusnál, akinek ezen múlik a mandátuma, az kicsit nagy óriási eltérés. Tehát társadalomtudományi szempontból azt gondolom, az a véleményem, hogy a választás első fordulójában tükrözött, pontosabban publikált adatok, azok szociológiai szempontból mindenképpen validnak, igaznak tekinthetőek. Az egy másik kérdés, hogy a politikusok számára ez nem kielégítő. Mennyire van igény arra, hogy ezeket a kutatási dolgokat bontsák, tehát hogy mennyire van a kidolgozott módszerek regionális, vagy pedig helyi kutatásokra? Nincs szükség rá, hogy kidolgozott módszerek legyenek, hisz attól függ, hogy az ember mit akar megjeleníteni. Ha azt mondom, hogy egy ország közvéleményét szeretném valamilyen fajta módon tükröztetni, akár választásokról van szó, akár egy szappanfajta kedveltségéről, ugyanazt a mintaválasztási módszert kell alkalmaznom, legfeljebb a merítési sokaság, ugye 10 millió magyart jelent, ha Magyarországról van szó. Ha a régiót szeretném reprezentáltatni, akkor nyilvánvaló, hogy a régiót veszem alapul, és az alapján választom, de ugyanolyan módszerekkel a mintámat. Igazából mi a haszna, mondjuk a társadalmi haszna a politikai trendek kutatásának és előrejelzésének? Itt megint különbséget tennék, az exit poolnak igazából semmi haszna nincsen, azon túlmenő, hogy el lehet adni az újságot, a külön számot, vagy meg lehet növelni a televízió vagy a rádió hallgatóinak, nézőinek arányát. A hosszú távú politikai előrejelzéseknek elsősorban a politika számára van haszna, hisz az előrejelzések hatására korrigálhatják addig irányvonalukat, módosíthatnak a programukon, esetleg új elemeket építhetnek be. Tehát voltaképpen ezt azt mondhatnám, hogy a hosszú távú társadalomtudományi előrejelzések szóljanak azok akár a politikusok számára, hogyha politikai vizsgálatról van szó, akár bárki más számára. Olyan funkciót töltenek be, mint amikor mondjuk az ember gépkocsit vezet és látja, hogy a hűtővíz hőmérséklete milyen. Milyen gyakran szokás és milyen gyakran célszerű, mondjuk békeidőben, tehát nem választási időszakban ilyesfajta kutatásokat végezni? Ez csak pénzkérdés. Tehát minél többször, annál hasznosabb? Nem gondolom, tehát egy bizonyos gyakoriság mellett már semmi értelme az ismétlésnek. Ez megint attól függ, tehát Kelet-Európát tekintsük egy speciális terepnek. Itt olyan gyorsan változnak az események, hogy itt viszonylag érdemes gyakran vizsgálódni, mondjuk fél évente, nincsenek általános szabályok, és stabil demokráciában elegendő, hogyha mondjuk a választásokat követően, a következő választásokat megelőzően végeznek vizsgálatokat, nincsen rá szabály, csak pénzkérdés. Stabil demokráciákban is előszokott az fordulni, hogy manipuláltnak tekintik a pártok a számukra nem kedvező közvéleménykutatási adatokat? Hogyne? Ez olyan dolog, mint a tükör.
Az ember nem mindig szereti látni azt, amit a tükör mutat. Ettől függetlenül a tükör az igazságot mutatja, a valóságot tükrözi. De ebben a kontextusban a mai magyar állapotok azok normálisak? Nem. Ebben a kontextusban a mai magyar állapotok éppen alakuló félben vannak. Reméljük, hogy alakulni fog. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, a hét eseményeit azért nem csak a politika határozta meg. Az elmúlt hét közéletének összefoglalója következik. Szerkesztőségünk összefoglalta a legfontosabb történéseket. Ezekre kívánja önöket emlékeztetni. Meghatott édesanyák, nagymamák, kamerával, fényképezőgéppel izgatottan helyezkedő apukák sorfala között érkeztek a ballagási ünnepségekre a végzősök. Pécs gimnáziumaiban 784-en, szakközépiskoláiban 982-en, nem önkormányzati középiskoláiban közel 300-an fejezték be idén tanulmányaikat. A diákok arcán egyaránt felfedezhető volt az öröm, az izgalom és egy kis szomorúság is. Mire emlékszel vissza a legszívesebben? A kollégiumi évekre, azok nagyon jók voltak. A csoport, a szobánk, minden. Az osztályra és az osztálykirándulásokra, meg a jó bulikra. Rossz volt? Rossz? Hát néha szenvedések, amik dolgozatírások előtt voltak, de más nem igazán. Mire számítottál? Milyen lesz majd a középiskola? Hát félelemmel gondoltam rá, mert elég sok olyat hallottam, hogy szigorúak a tanárok, és hogy nehéz lesz, de úgy érzem, hogy végül is sikerült úgy megfelelni a követelményeknek. Azt mondják, hogy ez a 18 év és az érettségi az belépő a nagybetűs életbe. Valóban van ennek ma még ilyen jelentősége? Hogy érzed? Igen, azt hiszem, mert például én Pestre megyek, és így elszakadom a családomtól, így ez egy megmérettetés lesz azt hiszem számomra. Több mint 2000 pécsi fiatalnak egy jelentős korszak zárult le a hétvégén az életében. És hogy mennyire jelentős? Ők is majd csak jó pár év múlva jönnek rá erre. Kórógy Árpád-kori magyar lakta település Dél-Szlavóniában. A csaknem 7 éves délszláv háború tulajdonképpen 6 éves szerb megszállást jelentett. A kórógyi magyarok házait lerombolták, majd az elmenekültek helyére szerb családokat telepített a megszálló hadsereg. Kórógy lakói ma visszatelepülnének, ha lenne hova, és hogyha valóban normális békeévek következnének. Az újjáépítéshez a kórógyi magyarok a világmagyarságának szolidaritását kérték. A Magyarok Világszövetségének pécsi tagozata vasárnap Pécs Kórógy napot rendezett. A program Pécset kezdődött, a megyeházán ünnepi megemlékezéssel és a probléma ismertetésével. Végében is lehetséges úgy összefogni, ahogy ez a háború idején elkerülhetetlen volt, mondta Kórógy polgármestere, aki szerint a szenvedés időszaka már elmúlt, most a jövő kérdéseire kell összpontosítani. A magyarság visszatérése, újjáépítése, valamint a gazdaság beindítása, és ez az alkalom, amikor itt hivatalosan elmondjuk, hogy mire van szükségünk, elsősorban az épületek újrahelyre, helyrehozására, gazdaság beindítására, valamint a magyarság megőrzésére. Erre gondolok az egyedüli 8 osztályos magyar iskolának a helyreállítására és beindítására. A Magyarok Világszövetségének elnöke szimbolikusnak érzi a Pécs-Kórógy összefogást. Úgy véli, hogy a magyarságnak újra kell fogalmaznia önmagát, és ehhez a sokat szenvedett délvidéki magyaroktól kaphat segítséget. Én most tapasztalom az országban, hogy erről a lenti háborúról nagyon keveset tud az ország, és az újjáépítés szándékáról is, pedig az a szándék, az akaraterő, hatalma, hogy úgy mondjam, esélye, az olyan különleges lelki erő, amelyre az egész országnak is szüksége lenne. Mert az, hogy kórógyiak meg akarják újítani a falujukat, ez a megújulás jelképes. Ennek a mára csak nem földig rombolt településnek igencsak nagy múltja van. Török időkig sűrűn lakott fejlődő vidék volt. Lakóit a törökök űzték el, a megmaradtak egy része vallási okokból menekült el. Huszitizmussal vádolták őket ugyanis. A ma ott élők, vagy azok, akik vissza szeretnének települni, azt szeretnék, ha ismét lenne esélyük a fejlődésre, hogyha nem tűnne el végképp a magyarság térképéről Kórógy. A hatályba lépett jogszabály a kulturális örökséget, azt a kincset, melyet a magyar múzeumok őriznek,
a tulajdoni viszonyoktól függetlenül igyekszik védeni. Ez természetesen feladatokat is ró a múzeumokra, de emellett igyekszik biztosítani azokat a feltételeket, hogy ezt a kulturális örökséget megtartsák. Ilyen szempontból a szakmának a több mint 100 éves törekvéseivel teljességgel szinkronban van, hiszen a múzeumok törvény nélkül is, sőt, hát mindenfajta helyi kezdeményezésre, a polgárság kezdeményezésre a múlt században kialakultak, és minden törekvésük az több mint 100 éve, a legszebb hagyományunk ez, hogy mindent megvéd, ami a múzeumba kerül. A jogszabály az anyagi viszonyokat önmagában persze nem képes megváltoztatni, de mindenképpen segítséget jelenthet a gyűjtemények megőrzéséhez, fenntartásához. Jelenleg az anyagi körülmények egyáltalában nem rózsásak, viszont a ragaszkodás a feladathoz, a múzeumi gárdában meglévő kohézió, a szakmai tudás, az biztosíték arra, hogy nagy baj ne történjen. Társadalmi szervezetek, egyesületek, alaptevékenységükkel összefüggő programok és rendezvények, valamint oktatási intézmények nem tanórai keretben végzett német nyelv, illetve a hagyományok ápolásával összefüggő tevékenységük támogatására pályázhattak. Elsősorban olyan szempontok szerint bíráltuk el, akik a legtöbbet a tanulókért, az ifjúságért ilyen irányú programokra pályáznak, például van olyan közte, hogy nyári olvasótábor, német nyelvű olvasótábor. Ezt a megyei könyvtár már 2 éve, 3 éve pályázza nálunk. Akkor van olyan, hogy nyári környezetvédelmi tábor ifjúsági korosztálynak. Akkor a 2 német nemzetiségi óvoda pályázott. A német tanszék másodízben pályázik olyan célra, hogy az egyetemisták falukutató munkát végeznek a svábság történetéről és népszokásairól. Csupa nemes célra pályáznak. A május 15-ig beérkezett 12 pályázatot az elmúlt napokban bírálták el. Az összesen felosztható 450 ezer forintból a pécsi német önkormányzat az idén 9 intézmény, illetve egyesület munkáját tudja támogatni. Ma már közhely szemba tűnő megállapítás, hogy a magyar társadalom egészségügyi állapota hova tovább katasztrofális, bár ennek ellenkezőjét is elmondhatjuk, hogy vannak kedvező jelek, de a megállapítás igaz. Most elkészült egy olyan vitaanyag, amely a tény állapotot rögzíti, illetve a feladatokat is megjelöli. Melyek a mostani tények, mit mondhatunk, mi jellemez bennünket? Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy a magyar népesség egészségi állapota nagyon rossz, különösen a fejlett európai országokhoz viszonyítva az elmaradásunk óriási. Ami a rossz hír mellett a jó, hogy az utóbbi 4 évben regisztrálható konkrét változások történtek a népesség egészségi állapotában, tehát csökkent a halandóság, javult ezáltal valamelyest a népesség egészségi állapota, ami különösen fontos, hogy a középkorú férfiak halandósága csökkent, és nagyon nagy eredményeket könyvelhetünk el a csecsemő halandóság területén. Az utóbbi 7 évben felére csökkent a csecsemő halandóság, ami egy nagyon érzékeny mutató száma egy népesség egészségi állapotának. Egészségünk megőrzésében mindig fontos szerepet játszik az életmód, a táplálkozás. Az anyag is valami hasonló tanácsokat próbál adni. Melyek lennének ezek, hiszen a magyar társadalom egyik nagyon jellemző momentum a káros szenvedélyek vagy szenvedélybetegségek? Igen, a káros szenvedélyek az kiemelten fontos, és a stratégiai célok között kiemelten megfogalmazódik ezeknek a csökkentésére irányuló beavatkozás. Itt külön ki kell emelni az alkoholfogyasztás és a dohányzást, de emellett az egyre szélesebb körbe terjedő drogokat is. Ezek súlyosan veszélyeztetik a drogok elsősorban a fiatalok egészségi állapotát, az alkohol, a dohányzás pedig mindannyiunk egészségi állapotát. Most felmerülhet ugye a kérdés, hogy ezek ugye egyéni kockázatok, csak ez nem csak egyéni kockázat, hiszen a társadalmi költségeit mi valamennyien megfizetjük. Melyek lehetnek ebből fakadónak közvetlen célok, amelyek a jelen feladatát képeznék?
nagyon nehéz meghatározni célokat, és ez egy vitaanyag, amiben az anyagot készítők meghatároztak ugyan néhány fontosabb célkitűzést, így például az emlőrák csökkentését, a káros szenvedélyek visszaszorítását, azt, hogy megőrizzük azt a nagyon jó közegészségügyi helyzetet, ami létezik itt Magyarországon, tehát ugye ez egy viszonylag járványoktól nagyobb, pusztító járványoktól mentes Magyarország. Ezek fontos célkitűzések, a baleseti halál csökkentését is megcélozza például az anyag, de emellett még számtalan más cél létezhet. Mi úgy véltük, és a Népjóléti Minisztérium szakértői úgy vélték, hogy ezek a célok, amelyek talán reálisan teljesíthetők 2010-ig, amiben előre tudunk lépni, és amelyekben egyfajta társadalmi összefogással ténylegesen lehet eredményeket elérni. A Baranya megyei bíróság dr. Kis László vezette büntető tanácsa a 7 vádlott közül 5-öt talált bűnösnek, különösen nagy értékre elkövetett rablás miatt. A bűncselekmény vezéralakját, aki 11 évet kapott, még lőfegyverrel való visszaélés, míg a másodrendűt, akinek 9 év a büntetése, közokirat hamisításban is elmarasztalták. A többiek büntetése 7-től 2 év 6 hónapig terjedő szabadságvesztés. Valamennyiüket eltiltották több-kevesebb időre a közügyek gyakorlásától, továbbá a pénzszállítóknak okozott 13 milliós kárt is meg kell téríteniük. 2 szemét felmentettek a vád alól. A rablást, amire alaposan felkészültek, 2 éve január 16-án követték el a hatosúton Pécsvárad közelében. 2 rendőri eljárás színlelve tartóztatták fel az akkor még Szekáb nevű cég páncélautóját, amiben 400 millió volt, ebből a 377 milliót vittek magukkal. 3 néhány óra múlva már rendőrkézre kerültek, a 2 főkolompos, az első és másodrendű vádlott pedig pár nappal később Budapesten bukott le. A pénz csaknem hiánytalanul meglett. A büntető tanács vezetője, dr. Kis László kitért arra is, hogy a tárgyalás során nem volt megállapítható, hogy a Szekáb belső embere, mint tippadó részese lenne a bűncselekménynek. A bíróság súlyosbító körülményként vette figyelembe az ítélet meghozatalánál a szervezet klasszikus úton álló módon való elkövetést, és azt is, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a hasonló jellegű fegyveres támadások. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosbításért, a felmentetteknél a bűnösség kimondásáért, míg vádlottak és védőik enyhítésért, egyikük pedig felmentésért fellebeztek. Az ünnepi állománygyűlésen ismertették a honvédelmi miniszter nyílt levelét. Keleti György ebben emlékeztetett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, azok jelentőségére. Az önkéntes őrsereg felállításával létrejött az első önálló magyar hadsereg, mely harcaival az Európához való felzárkózást volt hivatott képviselni. Most, több mint 100 év után, ez a lehetőség ismét fennáll, és a hadsereg vezetői felelősséggel végzik a NATO csatlakozás rájuk eső feladatait. Az elmúlt napokban zajlott le egy olyan konferencia, amelyen a tűzérségi tűz vezetését próbáltuk meg átültetni a sajátunkat a NATO elveknek megfelelően. Ennek a konferenciának a folytatása lesz e hónap 27-28-án itt helyben egy módszertani foglalkozás, és a 2 ötvezeteként, illetve az ott kialakult módszerek alapján vezetjük már a harcászati gyakorlatait a éleslövészettel egybekötve június hónapban az ütegeink részére. Puka Ferenc dandártábornok az ünnepélyes állománygyűlés zárásaként kitüntetéseket, elismeréseket adott át a szolgálatot kiemelkedően teljesítő katonáknak. Az úgynevezett Dominikánus házban, így a több rendezvénynek otthont adó Pécsi Kulturális Központban is, ma több órára szünetelt a vízszolgáltatás. Mi szeptemberben költöztünk ide, azóta szerettünk volna vízdíjat fizetni, hiszen egy leágazó óránk van, ami a mi fogyasztásunkat pontosan méri, de sajnos nem tették lehetővé egyszer se.
Amikor ezt számon kértük, akkor azt mondták, hogy azért nem voltak velünk kapcsolatban, mert nem vagyunk bejelentkezve. Mi minden szolgáltató cégnek, amikor ide költöztünk, lejelentkeztünk, nulláról indultunk, se az áramszolgáltatóval, se gázszolgáltatóval, senkivel nem volt bajunk, az első hónaptól fizethettünk, csak a víz ügy nem engedte ezt meg. Ma a Pécsi Kulturális Központ kifizetett 70 ezer forintot, azonban a pécsi vízmű felé 2,5 év alatt felhalmozódott több mint 179 ezer forintnyi tartozás, nem tisztázott, hogy kit is terhel. Mi nem a Pécsi Kulturális Központhoz zártuk el a vízszolgáltatást, hanem a Király utca 18-as számú társasházi közösségnél szüneteltettük el, tehát korlátoztuk a vízszolgáltatást, és ennek az oka a társasházi közösség bekötési vízmű nyilvántartott tartozás volt, amiről a közösség értesítést kapott. Tehát önöknek nincs módjában, és nem is tudják, nem is akarják kifizetni ezt a fennálló adósságot? Nem a mi adósságunk, mi közünk hozzá. Amennyiben a jövő hét szerdáig nem tisztázódik, hogy a Király utca 18 szám alatti társasházi közösség milyen jogi személyt akar, és nem rendezik a víztartozást, a tömbben újra elzárják a vizet. A közel 500 gyerek és a további 200 itt dolgozó felnőtt gyereknapi majálisához már az iskola falei is szűkösnek bizonyultak. Ezért harmadik éve a Rózsakerttel közös a mulatság helyszíne. Alig egy hónapja van vissza az általános iskolának és a diákotthonnak arra, hogy minden dobozba tegyenek, összecsomagoljanak és kiköltözzenek a Papnövelde utcai épület együttesből. De úgy tűnt, ez azért nem vette el a már hetek óta a mulatságra készülő gyerekek kedvét. A gyereknap az most feletteti azt, hogy csomagolnunk kell, hogy elhagyjuk az iskolát, de már az udvaron is és az osztályokban is látszik annak a nyoma, hogy sajnos el kell mennünk, sajnos hála Istennek, mert ez az iskola igazán nem alkalmas a mi gyerekeink nevelésére, és reméljük, hogy ha készen lesz az új iskolánk, akkor ott már olyan körülmények között tudjuk a gyerekeket oktatni és nevelni, amire ők rá is szorulnak, és szükség is van rá. A mai majálisunknak különlegessége az, hogy tulajdonképpen ez roma nap is, tehát a roma nap és a gyermeknap együtt van. Ebben a tanévben indítottuk a cigány programunkat, kultúrcsoportok, tánccsoportok szerepelnek ebben a programban. Baba szépségverseny, játszóház, különleges autók versenye, lufi fújóverseny, és hát sok-sok ajándék meg lufi, amivel próbáljuk őket megörvendeztetni. A mai közlekedés fontos és nélkülözhetetlen elemei a forgalom rendjét irányító közúti jelzőtáblák. Láthatóságuk alapvető követelmény. Az útmenti növényzet azonban sokszor elfedi őket. Ez a rendőrség számára is problémaforrás. Nagyon nagy problémákat jelentenek, különböző elsőbségi jogokat szabályoznak, ha ezek a táblák el vannak takarva, néha bizonytalanak a közlekedők. Ilyenkor egyet tudunk csak tenni, a közútkezelőjét írásban megkeressük, felhívjuk a figyelmét, hogy ezek a problémák fennállnak, de nem csak a fákkal, lombokkal van gondunk, hanem különböző sövények, amik az úti kereszteződést teljesen eltakarják, a beállhatóság minimális, azt csökkent, illetve az újabban ki azért nagy méretű reklámtáblák, amelyek igen balesetveszélyesek. A közúti jelzőtáblák láthatóságának ellenőrzése folyamatos, lakossági, rendőrségi bejelentés alapján történik. Az időjárás szeszélyeit azonban nem lehet kiszámítani. A korai vagy a tavaszi időszakban, és így a mostani májusi csapadékos időszak oly mértékben megnőtt az útmenti növényzet, hogy ennek az ismételt visszavágásáról intézkednünk. Én úgy gondolom, hogy az első fél év végére, illetve a kritikusabb helyeken a közeli hetekben ezek a visszametszések megtörténnek. Mint ahogy arról legutóbbi híradónkban már tájékoztattuk önöket, tegnap egy 16 tonnás teherautó alatt beszakadt az úttest az Ágoston téren. Azt láttam az úton, hogy van egy gödör, de kisebb gödör, napjában többször is erre járok, és szépen elassítottam, hogy ne vágódjon az autó, itt személyautók vannak oldalt, és ezért elassítottam, és egyszer csak eltűnt a bal hátsó kerék.
Senki sem sérült meg, de míg a rakomány egy részét leszették a platóról, és egy daru kiemelte a járművet, azaz órákon keresztül szinte lehetetlenség volt autóval közlekedni az érintett városrészen. Én egy vállalkozó vagyok, és építőipari cégem van, és itt a szomszéd utcában dolgozunk, de jelen pillanatban nem fogunk, mert ez történt. Ma a közüzemi RT elkezdte az út javítását, és pár napon belül be is fejezi. Tegnap még nem lehetett tudni, miért szakadt be az aszfalt. Szakértők attól tartottak, hogy akár az egész környéket fel kell bontani. Mára kiderült, erre nincs szükség. A vállalkozó szerint mindössze 50-60 ezer forintból megoldható a probléma. Addig megyünk lefelé, amíg a szilárd burkolatot, a szilárd talajt meg nem találjuk. És ha ezt megtaláltuk, akkor 20 centinként elvégzik a tömörítést. Itt van a megfelelő anyag hozzá, és utána az útburkolatot is helyreállítjuk, beton és aszfalt. Most a betont még a héten helyreállítjuk, az aszfaltot hétfőn vagy kedden fogjuk megcsinálni, és akkor a jövő hét végén teljesen helyreállít a forgalom. Úgy tűnik, hogy a leszakadása amiatt következett be, hogy az útpályában volt egy repedés. Most a repedésen keresztül a lezúdó csapadék állandóan befolyt, és aláztatta az altalajt. Ilyen repedések a közműmunkák és kátyúzások nyomai borítják az egész területet. A közterületi igazgató Albert Pál óvatosságra int. Egyelőre nem teljesen veszélytelen az Ágoston tér környéki autózgatás. Többször jeleztük, és hogy sajnos ez az állapot már nem igen felel meg a közlekedés biztonságának, főleg a templom bejárata előtti szakasz, tehát ez a fölvezető úgynevezett délről észak irányba vezető elkerülő ág nagyon rossz állapotban van, de bíztunk abban, hogyha 2-3 millió forintot meg is tudunk takarítani egy rövid időszakban, akkor ez növelheti az egész programnak a megvalósítási lehetőségét. A probléma megoldása az északi elkerülő út. Mára eldöntött tény, az utat megépítik. Az ez évi közel 80 millió forintos költségvetésből a munkálatokat már megkezdték. Ágoston tér környezete ki fog épülni, tehát egy teljes korszerűsített úthálózat épül, és ez az alagút irányába az aradi Vértanok útja mellett is tovább fog épülni. Ez évre, tavaly évvégén is, és ebben az évben is már az Ágoston térnek komoly forrás igényei vannak, tehát terület előkészítések, közműépítések, és ezt követően egy útépítési feladat befejezésével fog zárulni a térrendezése, majd azt követően a közterület berendezési tárgyakkal, padokkal, egyebekkel, faültetésekkel, és egy tényleg egy szép tér kialakítására fog sor kerülni. A lakásszövetség feladata társasházak karbantartása, üzemeltetése, felújítása. Ennek azonban egyre nehezebb megfelelni. Ezért a tavalyi évben felvett kapcsolatokat most szeretnék a Gráci partnerrel közös együttműködés keretében kiszélesíteni. Gráciakat érdekli az egyéb tevékenység, tehát egy olyan tevékenységi kör, amit a magyar lakásszövetkezetek végezhetnek, tehát különböző profittermelő vagy nyereségtermelő munka is, tevékenység, mert ők ilyen nem végezhetnek. Én gondolok itt olyasmire, hogy szolgáltatás nyújtás az ott élő lakosságnak, gondolok arra, hogy társasházak kezelése vállalkozási szinten, vagy minden, ami a lakásokkal összefügg, ennek a tanulmányozása céljából vannak itt. Dr. Huber Franknak, a Gráci küldöttség vezetőjének elmondása szerint a két szervezet feladatai eltérőek. Odakint ők sok lakást építenek, s erre lehetőséget kellene teremteni Baranyában is. Éppen ezért reméli, mi hamarabb csatlakozhatunk az Európai Unióhoz, s ezáltal közös beruházások valósulhatnak meg. A világot jelentő deszkákat jelen esetben az iskola művészeti csoportjai foglalják el, hiszen ezek a gyerekek olyasmit is elsajátítottak az exakt tudományok mellett, amelyekkel közönség elé lehet lépni. Ráadásul biztosak lehetnek a sikerben, számíthatnak a tapsra, hiszen a padsorokban többségében saját szüleik, nagyszüleik ülnek. Külön meghívást kaptak azonban a leendő elsősök hozzátartozói, méghozzá azért, hogy megismerhessék azt az iskolát, ahol tánccal, zenével, rajzzal, egy szóval művészettel s annak szeretetével is beoltják a gyerekeket. Jó dolog ez akkor, amikor az értékek úgy tűnik másfelé tolódtak. Öröm tudni, hogy nem csak pénz, politika, üzlet van a világon.
Most már lassan 90% felé közeledik az adatok feldolgozottsága itt Pécsett is. Vannak friss adataink, és jelezték, hogy nem sokára még frissebbek is lesznek. Tehát maradjunk ennél a 90% körül, 88,89%-os feldolgozottságnál. Az egyes választókerületben vezet dr. Mikes Éva, Fidesz Magyar Polgári Párt MDF közös jelölt, mégpedig, mint láthatják, 52,73%-kal, második Melkszner András MSZP 47,27%-kal, következik a második választókerület Pécsett, ahol dr. Szili Katalin vezet, nem tudom egészen pontosan lefordítani annak a nagyon kevés mandátumnak a számát, amelyel vezet, de vezet. 90,16%-os feldolgozottságnál dr. Szili Katalin 50,06%, dr. Révész Mária MDF Fidesz közös jelölt pedig 49,94%-on lett második, a harmadik választókerületben pedig dr. Toller László MSZP képviselőjelöltje 53,33%-kal vezet, Körömi Attila Fidesz képviselőjelöltje 46,67%-kal, itt a feldolgozottság 88,52%-os, ezek voltak tehát a helyi adatok. Ha minden igaz, akkor internetről érkezett országos adatokat is tudunk önöknek majd mondani. Ezeket az adatokat pedig, ezekről az adatokról pedig azt lehet tudni, hogy az MSZP mandátumainak a száma 19 óra 55 perces állapot szerint 53, a Fidesz Magyar Polgári Párté 84, a Független Kisgazdapárté 12, az SZDSZ 2, az MDFE 19 és Független 1. Ezek tehát 19 óra 55 perces feldolgozottsági adatok, és az országos megosztást is láthatják egy grafikon segítségével, most éppen a képernyőn. Tehát ezeket az adatokat most találtuk, nem sokára érkeznek majd a következő adatok. Jó estét kívánok, Gyurok János szociológus, azt hiszem, hogy mindketten egy szót tudunk igazán mondani, azt, hogy érdekes. Hogyha en mögé megyünk, akkor mitől ennyire érdekes az idei választás? Hát több szempontból rendkívül érdekes. Egyrészt az, hogy az első szabad választások után nagyjából ez a 10 év eldöntötte, hogy merre felé megy Magyarország. Nagyjából eldöntötte azt, hogy az ország berendezkedni látszik politikai szempontból egy kétpólusú rendszerre. Ez úgy néz ki, hogy valamilyen módon megfeleltető több polgári demokrácia alapszabainak. Valamint érdekes amiatt is, hogy a második fordulóban az előzőhöz képest megugrott a szavazó polgárok részvételi aránya. Ez természetesen összehasonlítva a nyugat-európai példákkal nem azt jelenti, hogy olyan borzasztóan magas lenne a választópolgárok részvétel a szavazáson. Egyszerűen azt jelenti, véleményem szerint, hogy az emberek megértették, hogy egyfajta alternatív lehetőség kínálkozik. Vannak-e arra nézvést végzett kutatások, hogy a magyar választópolgárok mennyire csapódnak ide vagy oda? Melyik az a réteg, amelyik egyik választásokon nagyon ide, a másik választásokon pedig nagyon oda szavazik? Én azt hiszem, valamennyien nagyon jól ismerjük a különböző közvéleménykutató intézeteknek, amelyekből szerencsére Magyarországon is több van, az ilyen vonatkozású jelzéseit, eredményeit, méréseit. Azt lehet látni, hogy a bizonytalan szavazóknak az aránya egyre csökken. Ez egy nagyon fontos tendencia, amelyet a második fordulóban én azt hiszem, hogy a beérkezett eredmények is igazolni látszanak. A mobilitás, a nagyfokú választási mobilitás, legalábbis vagy választói mobilitás, az árt vagy használ a demokráciának? Hát mindenképpen használ, bár szeretném hozzátenni, ez a nagyfokú mobilitás, ez csak hozzánk képest nagyfokú, hiszen úgy tűnik a mostani feldolgozottság alapján, ugyan közel 60%-os a második fordulóban a részvéte, valamivel alatta vagyunk, még egy tisztességes polgári demokráciában, a milyen kis tisztességes persze, de aki régebbi hagyományokkal rendelkezik, mint Magyarország, ott ez 70-80% között szokott lenni. Ez egyébként önt szociológusként meglepte, hogy most kevesebben mentek el választani? Én egészen biztos voltam abban, és biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül nagyon sokan, hogy a második fordulóban magasabb lesz a, vélhetően magasabb lesz a szavazóknak a megjelenése az urnák előtt. Egészen egyszerűen pontosan amiatt, mert azt hiszem a polgár van annyira, a magyarországi polgárok vannak annyira felkészültek, legalább annyira felkészültek, mint a pártok, és megértették azt, hogy borzasztó fontos dolgok történnek most egyrészt, másrészt pedig nyilván szerepe van a pár különböző pártoknak a propagandáinak is, amelyet kifejtettek a két választási időszak között. Megérkeztek a képernyőre, úgyhogy a legújabb adatok, úgyhogy megszakítanok egy pillanatra a beszélgetést. A feldolgozottság 94,44%-on áll az első választókerületben,
ahol dr. Mikes Éva Fidesz Magyar Polgári Párt MDF jelölt vezet még mindig 52,98%-kal, második Meixner András szocialista jelölt 47,2%-kal, tehát 94%-os feldolgozottság, 95,08%-es feldolgozottságnál a második választókerületben dr. Szili Katalin vezet 50,3%-kal, dr. Révész Mária MDF Fidesz közös jelölt pedig 49,97%-kal a második, 95%-nál, harmadik választókerületben pedig 95,8%-nál tart szintén a feldolgozottság, Toller László vezet szocialista jelölt 53,53%-nál, Körömi Attila Fidesz jelöltje pedig 46,47%-kal lett a második. Kaptam a kezembe egy papírt, amelyet mindjárt értelmezek, hogyha el tudom olvasni. Jelesül, minden megyében érvényes ez szerint a szavazás 20 óra 4 perckor 60,98%, ez talán a beszélgetésünkhöz egy pontosító adat, és az egyéni mandátumokat tekintve, csak most láttam először ezt a papírt, az MSZP-nek 50, a Fidesznek 48, független kisgazdapártnak 22, SZDSZ-nek 5 és MIÉP-nek 3 jelöltje. Nem látom a Magyar Demokrata Fórumot az egyéniek között, véletlenül lemaradt erről a papírról, viszont nem csak az egyéni, hanem valamennyi mandátum szám tekintetében az MSZP itt 109, a Fidesz 130, az FKGP 32, az SZDSZ 7, MIÉP 3 és MDF 18, ez szerint fordítva olvastam, és akkor pontosítok, tehát egyéniben MSZP 109, Fidesz 130, FKGP 32, SZDSZ 7, MIÉP 3, MDF 18, és tovább nem tudom értelmezni, talán majd kapok egy pontosító adatot, meg hát gondolom majd nem sokára egy grafikont is láthatunk ezekről a történetekről. Sokat mondják azt, hogy a közéletünket, a prognózisok és a választások alakulása az sok szempontból meghatározza, csak úgy, mint a gazdasági életet. Mennyire befolyásolja a kultúrát, a gazdaságot és általában a civil életnek tartott szférát az, hogy mi történik a választásokon? Igen, jelentősen. Az előző beszélgetésünk aztán annyit még érdemes hozzátenni, hogy úgy tűnik a választás első fordulójának az egyik tanulsága többek között az is, hogy a politika valamelyest elidegenítette a polgárt. Én azt hiszem, erről kevesebbet beszéltek a pártok, nyilván nem ez a dolguk a pártoknak, hogy erről beszéljenek, tehát erről kevésbé esett szó, és a viszonylagos alacsony részvétel egyrészt ennek tulajdonítható. A kultúrának óriási nagy szerepe van, hogyha a kultúrát nem hagyományos, konvencionális értelmen értjük, hogyha a kultúra részének tekintjük azt a szocializációs folyamatot, amelyen keresztül most megyünk, azt a mobilitási folyamatot, amelyen most keresztül megyünk, és azokat a szándékokat, amely szándékokat valamennyi politikai, pártpolitikai erő megjelenít, teljesen világosan, tehát a Nyugat-Európához való tartozni való szándékról van szó. Azt mondtuk 90-ben, meg mondták sokan 89-90-ben, hogy a politikai életet az értelmiség nagy, sokak szerint túl nagy szerepet vállalt. A kérdés egyik fele az, hogy ez a szerep ez elmúlt volna, a másik pedig, hogyha igen, vagy ha nem, akkor ez baj, vagy nem baj. Az egészen biztos, hogy nem helyén való, hogyha az értelmiségnek túlzottan nagy a szerepe, hiszen a nem értelmiségi foglalkozást tűző, vagy ebben az ágazatban tevékenykedőknek a kulturális tőkéjére, arra a szellemi tőkére legalább annyira szükség van, mint az értelmiségnek. De ez már csak így szokott lenni egy újonnan megteremtődő rendszerben, mint a miénkében is, hogy valakinek át kell vállalni ezeket a szerepeket. Úgy tűnik, és történelmi tapasztalataink azt bizonyítják, az értelmiségnek itt kiugró magas szerepe van. Az lenne a jó, nyilván, hogyha ez valamilyen módon megosztódna ez a felelősségvállalás. Természetesen nem arra gondolok, mint amilyen volt a monolit rendszer, hogy kiválasztották, hogy 5 darab ilyent, meg 10 darab olyan, meg 15 darab ilyen. Én azt hiszem, ez a természetes folyamat, ez működni fog a polgári rendekben, mint ahogy nálunk is működni fog majd. Beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy a magyar választói érdeklődés az 10-15%-kal elmarad a fejlett polgári demokráciákban levő választói érdeklődésről. Mit tehetne, és ki mit tehetne azért, hogy ez a trend ez megálljon legalábbis, vagy pedig javuljon? Egész biztos vagyok benne, hogy valamennyi időnek még el kell telni ahhoz, hogy beálljon, ez nagyon rossz, amit most mondok, de hogy egy fajta szokásrend ebben az egész ciklikus váltásba is beálljon. Ez az egyik. A másik, mint ahogy jeleztem, azt gondolom,
hogy a politikának kevésbé kell majd ezt követő időszakokban, ugye az ezredfordulót követő időszak után, de mindenképpen az Európához való csatlakozást követő időszak után egy picit talán nagyobb alázattal kell közelíteni a polgárhoz, egy picit talán kevésbé kell átszőni a mindennapi életet, akkor ez a dolog természetes módon helyreáll. Ismerve a mai választásoknak az előrejelzéseit és a viszonylagos feldolgozottságot, stabil vagy kevésbé stabil kormányzást jósol a jövőre Magyarországnak? A kormányzásoknak az instabilitása nem csak attól függ, hogy egyik párt vagy másik párt milyen arányban szerez mandátumot, hanem attól a kultúrától, amiről az előzőekben beszélgettünk. Én magam azt gondolom, hogy stabil kormányzás elképzelhető Magyarországon a mostani feldolgozottság alapján. Egészen bizonyos, hogy nem jöhet létre egyetlen egy pártnak az egyeduralma, tehát egyetlen egy párt csak önmagában nem lesz képes kormányt alakítani, de ez azt gondolom nem is olyan nagy baj. Köszönöm szépen, hogy segített bennünket megérteni a történteket. És önöknek is köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Most ismét egy rövid kirándulást fogunk tenni. Részint, ha jól látom, akkor vannak országos eredményeink 20 óra 13 percről 79%-os feldolgozottságban. Összes mandátumok számát tekintve a papírom szerint MSZP 107, a Fidesz 131, a Független Kisgazdapárt 34, az SZDSZ 7, a MIÉP 3, az MDF pedig 17 mandátumot szerzett volna, tehát ez 20 óra 13 perckor történt feldolgozási adatok voltak itt a kezemben, és hogyha nem tudom, hogy kollégáim készen állnak erre a pillanatra, hogy a Pannon Krónika egy részét még bemutassuk önöknek, itt egy régi mesterségről, a selyem festésről fognak egy 10 perces kisfilmet látni. Különlegesen finom, lágy kelmékben gyönyörködhetünk a következő percekben. Lekics Andrea, pécsi óvónő, szabad idejében foglalkozik textilfestészettel, mely a művészi kifejezés új távlatait jelenti számára. Hernyó Selyemre festett alkotásai között fali képek, ruházati kiegészítő kellékek és egyedi üdvözlőkártyák egyaránt születtek. És akartam sohasem, hogy képzőművész vagy iparművész lenni. Mert szerintem ez nem fontos, szerintem ez nem papírhoz kötött, hanem ambícióhoz vagy képességekhez. Tehát, hogyha valaki ezt valamit szívesen csinál, szerintem nem a papír számít, hanem az belsőből jön és azt szívesen csinálja. A selyem a textíliák sorában a legértékesebb, legelőkelőbb anyag. A fehér selyemek őshazája Kína. Európába először a selyem utakon jutott el, időszámításunk előtt 2 évszázaddal. Az évekig tartó, veszélyekkel teli szállítás miatt luxus cikké vált, ára az aranyéval vetekedett. A kínaiaknak évezredekig sikerült megőrizniük a selyem előállításának titkát. A csempészeket halállal büntették. A 6. században két szerzetesnek mégis sikerült Bizáncba vinni néhány selyemhernyót. Ekkor kezdődött a selyem előállítása a kelet-római birodalomban. Magyarországon Szent István korából maradt fenn sajnos csak írásos emlék a selyemről. Árpádházi királyaink körében is népszerű volt ez az előkelő anyag, de akkoriban még nem festették, csak hímezték. Mátyás hozatta az első selyemszövőket Itáliából, Firenzéből, ő honosította meg a selyemkészítést hazánkban. A selyemfestés Nyugat-Európában elterjedt, és ezt én Németországban is tapasztaltam, ahol már nem csak az iskolában, hanem már az óvodában is tanítják a gyerekeket, vagy legalábbis megismertetik a gyerekeket a selyemfestéssel.
nagy kultúrája van a művészeti képzésnek az óvodában, mert azt tartják a pedagógusok, és főként a Waldorf pedagógia, hogy a manuális készségek fejlesztése hatása van, vagyis elősegíti a szellemi képességet, a gondolkodást. Magyarországon a selyemfestés ez egy egész új keletű dolog. Szerintem az emberek nem is nagyon ismerik, lehet, hogy most már van a képzőművészek, akik foglalkoznak selyemfestészettel, de ők igazán inkább képekkel, nem ruházati kiegészítőkkel vagy lakáskultúra dolgokkal. A selyemfestészet is Kínából származik. A selymet az ázsiai festészetben általánosan használták, Európában ugyanakkor drágasága miatt alig terjedt el. A 18. századtól a kínai kultúra divatba jött Európában, ezután terjedtek el a dekoratív selyemképek és egyéb dísztárgyak. A nyugati művészeti élet leginkább az 1878-as világkiállításon ismerte meg ezeket. A legfogékonyabbak a francia impresszionisták voltak. Számos művész alkalmazta a selymet festési felületként. Degas, Gauguin és Picasso fontos impulzust adott a modern selyemfestészetnek, amely a művészi kifejezés új távlatát nyitotta meg. Andrea keresi a szépet, a finomat, a nőies dolgok iránt érdeklődik. Még valamikor friss kozmetikusi oklevéllel a zsebében elindult világot látni. Németországban kötött ki. Három kisgyerekre vigyázott Kölnben, ahol szabadidejét múzeumokban töltötte. Már akkor is főleg az impresszionisták érdekelték. És beiratkozott a Volkshochschule akvarelfestészet kurzusára. Itthon a Soproni óvónőképző főiskola német nemzetiségi szakán végzett. Közben Goethe ösztöndíjasként Halléban tanult a pedagógiai főiskolán. Németországban komoly kultúrája van a selyemfestészetnek. Andreát is megérintette a selyem, ez a különleges, lágy, finom anyag. Halléban grafikát és selyemfestészetet tanult. Régóta kezdtem, és nekem is úgy gondolom, hogy minél többet festek, minél többet gyakorlok, annál én is sokkal ügyesebb leszek, és annál magasabb szinten fogom ezt művelni, a selyemfestést. A selyemhernyó 6 hétig táplálkozik eperfa levéllel, majd a bőjt időszaka következik. A bebábozódás közben ragadós anyagot választ ki a testéből, ami a selyem alapanyaga. Egy hernyó körülbelül 500 méter hosszúságú szálat von maga köré. Mielőtt még lepkévé válna, forró vízbe teszik, és elpusztul. A szálat legombolítják, és ebből szövik a krepdesint, vagy éppen a ponzsét. Attól függ, hogy én mit szeretnék festeni, kigondolom, hogy most melyik fajta selyemet szeretnék festeni, vagy a selyem ponzse, ez a legeslegvékonyabb selyemfajta, vagy a krepdesin, ez egy kicsit vastagabb szövésű anyag, és ezeken mindegyiken másképp viselkedik a festék, mert a selyem, a ponzsé, ami egy vékony anyag, azon sokkal jobban folyik a festék, mégis olyan, mintha egy akvarell papírra festenék. A kreptesin, a vastagabb szövésű anyagon viszont a vastagságánál fogva lassabban engedi a színeket szétfolyni. És amikor, hogyha elterveztem, hogy mit szeretnék festeni, vagy néha napokig nem tudok festeni, mert nincs semmi ihletem, vagy semmi gondolatom, vagy elképzelésem, és amikor megvan az ötlet, akkor kipesztítem a selyemet egy keretre. Nagyon fontos, hogy nagyon feszes legyen. Ezeket kis, apró tűkkel tűzdelem rá a keretre, de ezeknek nagyon, a tűk ezek nagyon vékonyak, hogy nehogy nagy lyukat rakjanak a selyemre. És utána attól függ, hogy milyen technikával szeretnék dolgozni, nekiállok festeni. És legfontosabb még a színeknek a meghatározása, hogy mit szeretnék, milyen színekkel szeretnék dolgozni.
Van egy filctorszerű fantomceruzám, amiben felrajzol, vagy előrajzolom csak, és hogyha ezt ráviszem a festéket, akkor az nyomban eltűnik, tehát semmi foltot nem hagy a sejmen. Ha kontúrtechnikával dolgozom, akkor felviszem az anyagra, vagy a sejemre egy egész kis vékony csík keletkezik. Ezáltal, hogyha ez megszáll a sejemen, ezáltal megakadályozom, hogy abból a bizonyos részből a sejem, a szín szétfolyjon. Tehát, hogy egy határozott vonalat akarok rajzolni, levelet, vagy bármilyen formákat, akkor kontúranyagot használom. Ha viszont kicsit akvarell hatást szeretnék elérni, tehát ilyen tájképszerűt, vagy szétmosoló dolgokat, akkor viszont nem használok kontúranyagot. A sejmet, amikor kifeszítem, az teljesen száraz, és attól függ, hogy mit szeretnék elérni, annak megfelelően használok vizet, vagy alkoholt, vagy sót, vagy különböző anyagokat, hogy milyen hatást szeretnék elérni. Ha árnyaltabb hatásokat szeretnék elérni, akkor vizesen kell használni, sok vízzel, és arra kell rávinni a festéket. Ha alkoholt, akkor pedig a alkohol cseppentek, ott például világosabb foltok keletkeznek. Ugyanúgy a sóval is különböző világosabb foltok keletkeznek az anyagon. Én is, hogyha festek, nagyon-nagyon figyelek, mert tehát számomra is ez egy rendkívül drága anyag, és megfelelő viszonyokat kell teremtenem a festéshez. Én főként délelőtt szeretek, vagy tehát abban az időszakban, amikor természetes fény van, mesterséges fény nem nagyon szeretek, mert az anyag csillogó anyag, a színek sem jönnek ki úgy igazán. Előfordul, hogy elfolyik a szín, vagy szétvud, akkor mindig valamit ki kell találni, hogy abból is valamit ki lehessen hozni, vagy egy vízcseppel, vagy egy sóval, vagy lehet, hogy úgy is valami szép lesz belőle. Tehát sokszor, amikor az ember fest, nem úgy tervezek be a dolgokat, és másképpen sikerül. Tehát valamikor nem lehet kiszámolni. Úgyhogy ez egy azért is fantasztikus dolog a festés, mert a pillanatok alatt, tehát másodperceken belül, vagy éppen az adott helyzetben egy egészen fantasztikus dolog keretkezik. A legfrissebb adatokat mondanám, akkor kedves nézők, először az országosat, ez szerint a mandátumok száma a következőképpen alakult, vezet a Fidesz 144 egyéni, illetve 144 mandátummal, az MSZP 136, Kisgazdapárt 49, SZDSZ 24, MDF 17, MIÉP 14 és független jelölt pedig egy mandátum, ez utóbbi maga Kupa Mihály, és akkor mondanám a pécsi eredményeket 98,61-es feldolgozottságnál. Egyes választókerület vezet dr. Mikes Éva Fidesz MDF jelölt 53,23%-kal, második Meixner András szocialista jelölt 46,77%-kal. Következzék a második választókerület, amelynek feldolgozottsága e grafikon szerint 98,36%, még mindig dr. Szili Katalin az MSZP színeiben vezet 50,13%-kal, dr. Révész Mária MDF Fidesz színekben 49,87%-kal lett a második. A hármas számú egyéni választókerületben Pécset 98,36-es, szintén közel 100%-os feldolgozottságban dr. Toller László MSZP 53,58%-kal vezet, mögötte Körömi Attila a Fidesz jelöltje 46,42%-kal. Köszönöm szépen ezeket az adatokat, és akkor térjünk vissza a stúdióba. Jó estét kívánok, Csefkó Ferenc. Azt beszéltük volt meg, hogy ugyanúgy folytatjuk, ahogy Gyurok Jánossal abba hagytuk. Jelesül ott, hogy a magyar választók aktivitása egy picikét a vártnál, vagy talán a kívánatosnál alatta maradt. Egyáltalán a vártnál, vagy a kívánatosnál maradt alatta? Hát véleményem szerint a várthoz képest magasabb a részvételi arány. A kívánatosnál mindenképpen kevesebben mentek el szavazni. És én úgy gondolom, hogy ebből lehet tanulni a pártoknak is, saját magunknak is. Mármint ami a jövőt illeti, hiszen gondoljunk arra, hogy
ugye nem sokára ősszel, néhány hónap múlva vagy fél év múlva a helyhatósági választások lesznek. Érdemes már eleve most arra figyelni. De én úgy gondolom, sokkal fontosabb az, hogy szóval a pártok és a parlamentbe került képviselők egész magatartásába bele kellene, hogy ívódjék azt, hogy 4 évig tartani kell a polgárokkal is a kapcsolatot. Ez egy nagyon nehéz munka. Tehát érezzék a polgárok azt, hogy igenis, akit ők megválasztotta a képviselőnek, az az ő képviselőjük is, mert a magyar választójogi rendszer többek között ilyen. A második nagyon fontos dolog véleményem szerint, hogy meg kell tanulni általában is a pártoknak sokkal jobban kommunikálni a társadalommal. Ugye erre jó példa szerintem, jó-rossz példa erre az SZDSZ-nek a szereplése. Véleményem szerint az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy képtelenek, tehát oly módon kommunikálni, hogy a választópolgárok tehát meg tudják érteni, azonosulni tudjanak a programmal. És végül még két dolgot tartok én nagyon fontosnak. Az egyik az, hogy nem lehet ilyen kampányt csinálni, mint ami volt az első forduló előtt. Tehát ilyen lagymatag kampány nem csak azért rossz, mert a választópolgároknak fogalmuk sincs arról, hogy itt mi történik, hanem hogy egyszerűen nem kaptak olyan impulzusokat, olyan konkrét programelemeket, ami őket arra ösztökélte volna, hogy igenis menjenek el szavazni. Az utolsó megjegyzésem, vagy utolsó mondantom pedig, hogy a polgárokat rá kell arra ébreszteni, hogy igenis óriási tétje van az ő szavazatuknak. Az előbb itt ugye néztük ezeket a szavazati arányokat. Tehát kérem, 30-40-50-60 szavazaton múlhat az, hogy valaki bekerül a parlamentbe vagy nem, avagy uram bocsá, az sem kizárt, hogy pontosan ilyen arányokon múlik az, hogy végül is melyik párt kap kormányzati megbízást. Két apróság azzal kapcsolatban, amit mondott, vagy talán nem is olyan nagyon apróság. Az elmúlt 4 évben különösen nagyon sokat cikkeztek arról, és most a választások idején is, hogy tulajdonképpen Magyarországon pártválasztás van. Ön azt mondta, hogy a választási rendszer olyan, hogy az egyéni, a közvetlen kapcsolatot, az egyéni képviselőséget kellene hozzá erősíteni, hogy nagyobb legyen a politikai aktivitás. Igen ám, de a választók, mintha mindig pártra szavaznának. Szóval ezt az ellentmondást hogyan oldaná föl? Hát a magyar választójogi rendszer az vegyes. Tehát részben egyéni és részben területi. Na most a képviselőnek vállalni kell ezt a kettős szerepet. Vállalni kell azt, hogy ő közben az ország életében, az ország érdekében ténykedik és vesz részt a parlament munkájában. A másik pedig, hogy igenis továbbra is, mert a magyar választók azt is elvárják tőle, hogy legyen ott közöttük, hogy a 4 év alatt legalább 1-2 alkalommal forduljon meg, ismerje a mindennapos gondjaikat, problémáikat, tehát, hogy mert a magyar választópolgár az egy ilyen, tehát akár egyéniből, de én hozzáteszem talán még a területi listáról bekerülteknek is, tehát egy megyéből, akik bekerülnek, kell, hogy tartsa a kapcsolatot, mert a magyar polgár ezt várja el az ő képviselőitől. És ha a polgár ezt várja el, akkor véleményem szerint a képviselőnek ezt teljesíteni kell. Egy másik dologra azt mondta, hogy a lagymatag kampány miatt a programelemekkel nem ismerkedhettek meg a választók. Túl azon a kérdésen, hogy a választók a programelemekre mennyire kíváncsiak vajon, szóval mennyire lehet ezt igazolni, hogy ők erre volnának kíváncsiak, többen és több helyen azt szokták mondani, hogy azért van ez így, mert hogy a sajtó nem foglalkozik ez eleget vele. Tehát, hogy az információnak nincs elég kapuja, csatornája. A kérdés az, hogy a magyar társadalmi rendszer és a magyar közberendezkedés nyitott-e, kétirányúan nyitott-e, tehát a polgár bármikor megtudhatja-e a sajtóból vagy egyéb csatornákból azt, hogy mi fog vele történni? Hát ez elsősorban ez a sajtón is múlik. Tehát a sajtó és a pártok kapcsolatán én úgy gondolom, a polgár az nyitott lenne, csak szóval azzal egy választási kampány nincs elintézve, hogy maradjunk akár Baranyai vagy bármely más megye példázatánál, hogy van egy megyei lap, és ott vannak a politikai oldalak, és ott minden párt közzé teszi az éppen aktuális cikkeit, kiáltványait, valamilyen írást. Igazából sokkal fontosabb lenne talán az, hogy nagyon konkrétan, nagyon tömören a polgár számára érthető módon jelenjenek meg, folyamatosan nevezzük programelemeknek. De nem a programelemeken van a hangsúly, hanem tehát egy jövendő kormányprogramnak azon tézisein, amit a polgár meg tud érteni. Tehát ő meg tudja azt érteni, hogy mondjak egy példát, hogy bevezetem a családi jövedelemadót. Ez egy példa. Számára utána már az közömbös, hogy
van 40-50-100 oldalnyi háttéranyag, ami alapján ezt az egyetlen egy mondatos végkövetkeztetést valamelyik párt levonta, és ezt kínálja tárcán. Vagy, hogy nem tudom, elengedem a tandíjat, vagy nem lesz tandíj, vagy lehetne folytatni a sor, tehát éppen egy vidékfejlesztési minisztériumot akarok csinálni, mert a vidék fölemelkedését tűzöm ki. Más pártok is természetesen ugyanígy kell, véleményem szerint az előbbi példákon túlmenően sokat tudnék hozni, amelyiknek valami ilyen módon kellene tehát, hogy állandóan kommunikáljanak. Akkor nyitott lenne, úgy érzem, ez a rendszer mind a két oldalról. Erre vevő a polgár. Van még egy dolog. Jelesül az, hogy csak-csak eljutnak azért a programok, gondolom, a választókhoz, és csak-csak ismerik őket. Azonban a társadalmi feledékenység, mint hogyha az irányba mutatna, hogy az éppen aktuális programokról lehet vitatkozni, de nagyon ritkán fordul elő, hogy valakitől a 4 vagy netán 8 évvel ezelőtti ígéreteit, jelesül programját kérnék számon. Tehát van-e folyamatossága, vagy csak kampányszerben és az ilyen vagy olyan vagy amolyan kampányban jelenik meg a programütköztetés? Hát a program számon kérhetősége úgy gondolom, hogy két síkon zajlik. Az egyik a parlamenten belül, ugye a mindenkori ellenzék az mindig számon kéri a kormányzó pártoktól azt, hogy te mit is tettél abban a 4 esztendőben. A polgár az így természetesen nem tud számon kérni, de ő pontosan a szavazataival ellenőriz, illetőleg a szavazataival kéri számon a adott kormánykoalíciótól, hogy nem tetted azt, amit te 4 évvel ezelőtt megígértél. Tehát a polgár számára más eszközök nem állnak lehetőségként rendelkezésre. Én gondolom, hogy nem sokára megérkeznek majd a 100%-os pécsi adatok is, úgy egyébként első körben és az iménti adatokat látva, milyennek találja Pécset, különösebbnek, másabbnak, hasonlóbbnak, és az egész pécsi kampányt milyennek találta? Hát a két forduló között már volt kampány. Az első forduló előtt véleményem szerint itt sem volt kampány. Egyébként ugyanaz a helyzet, mint szerintem bárhol másutt az országba, és még egy apró dolgot hadd tegyek hozzá, már a kampány így szóba került. A kampány fogalomhoz, szóhoz valamilyen pejoratív értékítéletek fűződnek az emberek tudatában, szóval ezt is le kéne vetkezni. Szóval a kampány, ez egy mármint a választási kampány, annak rendkívül sok pozitív tartalma van. Azért kell, kérem, kampányolni, hogy a polgárokat meg tudjam győzni arról, hogy én valamit akarok, tehát ne csak büntessenek, hanem valamire, valamiért adják a szavazatot. De ha nem tudok jól kampányolni, akkor ezt a célt nem tudom elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, én azt gondolom, hogy a most következő 10 perces bejátszás után majd látni fogják, hogy kik a győztesek. Nagyon remélem, hogy a 100%-os eredményektől már csak hajszálak sem választanak el bennünket. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy erre az esetre meghívtuk stúdiónkba, illetve a végeredmények megszületésének esetére a győzteseket is, és azokat is, akik ezüstérmet szereztek a mostani választásokon, valamint meghívtuk a megyei listavezetőket is. Tehát addig is, amíg találkoznak velük, addig most a következő 10, pontosabban 11 percben nézzék meg azt, hogy nem a politikában, nem is a közéletben, hanem a művészetben mi minden történt, és meg fogják látni, sok minden történt Pécs városában és a múlt héten. Bedres Csaba 1964-ben született. A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium zeneszerző szakán végzett, s fiatal kora ellenére 10 évig vezette együttesét. 94 óta elsősorban szóló koncerteket ad, melyen olyan darabokat játszik, amik a komoly zene és a könnyű zene határait igyekszik egybemosni, s ezzel a számára túl merevnek tűnő műfaji határokat kívánja kitágítani. Már 14 éves koromban megkérdeztem a édesapámat, hogy szerinte mi a különbség a könnyű és a komoly zene között, és tulajdonképpen azóta hezitálok ezen a problémán. Egyre tudatosabban úgy látom, hogy ezekből a rockzenei gyökerekből elképzelhető és lehetséges mai hallgatható komoly zenét kialakítani, hogyha olyan gondolkodásmóddal áll hozzá az ember. Igyekszem minden évben olyan dolgokat lehozni, amit tavaly még nem. Általában egy olyan 70-80%-ban új anyagokat szoktam eljátszani. Most ami a leglényegesebb újítás, a Levelek című ciklus. Ez egy hosszabb zongoradarab ciklus. És lehoztam sok egyszerűbb dalt, olyan dalokat, amelyek
amelyekkel valahogy megpróbálom személyesebben megszólítani az embereket, tehát nem annyira bonyolultan, mint eddig. A Liszt Ferenc Zeneiskolában már 10 éve hagyomány az úgynevezett növendékhangverseny, melyen a Mini, a Nagyvonós zenekar és a Fúvol zenekar ad koncertet. Ez a bemutatkozás persze elsősorban a szülőknek, a hozzátartozóknak bizonyítja a fellépők tehetségét és rátermettségét. A nagyon sokoldalú műsorral készültünk, a kisgyerekek, barokkszerzők rövid kis darabjait hallgathatja meg, a Nagyvonós zenekar pedig romantikus.